Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ma ismét Doomguard kollégával játszunk, méghozzá egy epic meccset a gólok, a lovagok ellen. Mik a meglátásaid? Győzni fogunk természetesen. Persze, az előzőben jól eltángáltak minket, úgyhogy most megpróbáljuk a lovagok seregét győzelemre vinni. Úgyhogy igyekszünk, most nem fogunk cserben hagyni senkit. Annyira egysikó, hogy mindig ezekkel a gonosz dolgokkal játszunk, ilyen gúlok, meg vámpírok, meg ilyesmi, úgyhogy most már végre a jó oldallal is kéne valamit mutatnunk. Ez így van. No, azt mondja, hogy 3 mana, nekem ez bőven elég. Nekem is, úgyhogy... És mi kezdünk! Hát ez tökéletes. Úgyhogy. Ezt nézd. Maverick. Már le is jön. Ezt hívják legal cheatnek. Így van. 1/1, és már támadhatunk is majd köv-körben. Azért vannak itt lapok. Igen. Flash. Mi az a flash? Nem tudom. Zseblámpa. Jó. Tényleg valami nagyon flashes. Meg az a szuperhős, tudod? Ja, tényleg. Az igen. A piros lucis. Ja. Tettetjük a hülyét, amúgy persze, hogy tudjuk, hogy mi ez a flash. Ne hallgassatok ránk. Vagy nem. Na, tovább. Azért egy goalkeeper az nagyon kemény ellenfél. Na de kettő? Kettő is egy kemény ellenfél. Én 20%-ot adunk arra, hogy nyerünk. Te 20%-ot adsz arra, hogy nyerünk? Igen, te? Hát nem vagy valami magabiztos. Nem, két goalkeeper az durva. Az nagyon durva. És ismét nekem. Useful night. Igen. Melyik a jobb játék egyébként? Ez vagy amit csináltál review-ban a Voltra? A Sandalar? Hát figyelj, Salandar. Salandar. Relatív, no. Tehát ez a kor színvonalának inkább megfelelő, de a Salandar az pedig, hogy mondjam, egy kicsit komplikáltabb, számomra annyiból élvezetesebb, hogy nem csak a kártyából áll a játék, hanem egy története van, egy sztoria van, amit végig kell vinni, és a pakli összeállítás is annyiból jobb, hogy az utolsó manáig nekünk kell összeállítani a paklit. Azért az nagy előny. És megszerezni a lapokat hozzá. Tehát azt végig szenvedni nem egy egyszerű dolog, sokan már nincsenek ehhez hozzászokva, hogy így van. Órákat szenvedjünk azért, hogy meglegyen a pakli, de szerintem megéri, mert igazából olyan legendás lapokat lehet belerakni, amik manapság már szinte nem is léteznek. Ez így van. Mi még abban a korszakban nőttünk fel talán, vagy nem abban, régebben, egy generáció utána, mert azok még régebbi lapok, mint amikkel mi játszottunk. Úgyhogy, ja. Mi? Micsoda? Torokra ment? Aha. Franc vinni. Te mi az a Battle Cry? Battle Cry? Aha, van Battle Cry-om. Ezzel nem támadok. Mit akar ez? Nem támadunk. Agyonverik. Ennek van Battle Cry. De a Youthful Knight viszont first ez, strike. Ez. Mit tud? Nem tudom. Viszont a Youthful Knight-tal érdemes támadni. Ez igaz. Menjünk akkor. Nem tudom, mi az a Battle Cry, szóval ezek vannak újabb lapok, amikhez mi nem értünk. Vagy értünk hozzá, csak új nevet kapott a képesség. Na tényleg, ez is igaz. Na, eddig 3 percnél járunk, és abszolút jól haladunk. 27-en vannak, mi meg 30-on. Így van. Hát, ha így haladunk, akár egy óra múlva. Na, tessék. Már is megállították a lovagokat. Összereszthetjük a lovaggal. Nem használd el. Nem. Mind a kettő halni fog, de a lovagot fel tudom tápolni. Úgyhogy. Ez igaz. Mekkora gigászi küzdelem, nem? Mennek a jó lovagok és a sötét seregeit vágják halomra. Legalábbis csak vágnák, még egyelőre nem nagyon öltünk meg szerintem senkit. Na most kéne figyelj, mit? Flash? Vagy ő? Mondjuk azért fekete szín? Fekete szín ellen, igen. Vagy ez? Ez is durva. Nem tudom, szerintem őt hozom le. Ugye tudjátok, hogy a színszívatás ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag van egy olyan lapunk, amivel kiüthetjük az ellenfél ugye összes lapját szinte. Ez azt jelenti, hogy ha itt volt egy Protection from Black, akkor az azt jelenti, hogy a fekete ellen már is védelmet élvezünk, hogyha én ráfordítok 2 manát. Ez azt jelenti, hogy sem varázslattal, sem lényel, sem semmi fekete varázslattal, semmi fekete lappal nem tud hozzányúlni a lényünkhöz. Hát ez
Ez a legnagyobb fokú szemétség, amit csak csinálhatunk. Így van. Régen azért mi sokat csináltuk. Így van, így van. Tehát ez ahhoz képest, amiket mi csináltunk, ez csak ízelítő. Így van. Igazából. Ezért nagyon sok kombinációval össze lehetett rakni. Na, lejött az első tápol... És a második is lejött. Ajaj. Kezd szorulni a hurok. Kezd problémás lenni, igen. Igen, igen. Itt 5x5 mind a kettő, és látjátok, hogy nekünk nincs olyan seregünk, amivel ezeket meg tudjuk állítani. Hát nem is tudom, mi lesz. A! Na, ez kemény. Én is úgy gondolom. Hát nem is tudom, mit kéne. Kettő lény kap. Várjál, hozok valami ilyesmit, hogy ja, ez Vigilance, ez ugyanaz a hülyeség. Igen. Nem forog el. Ez nem rossz egyébként. Hát igen. És van még egy ilyen, hogy... ja. Ez se rossz egyébként, 2x2, de inkább hozok egy ilyet. Van egy flash-e, mindjárt kiderül, hogy ez micsoda. Vagy tartalékoljak 3-on el. Tudsz tápolni lényt? Igen. Akkor várj egy picit, nem? Akkor mutasd, mit van? Mit tudsz tápolni? Bármelyiket, lovagot. Akkor figyelj, betartom ezt, hogyha támad, és akkor adjál neki majd úgy, hogy... Plusz egyet tudok csak. Az kevés. Az nem jó. Jó, mindegy, kiblokkolom az egyik 5x5-öset, jó? Jó. Várj, lehozom még a Maverick-et is. Ja, akkor nem tudok már. Mindegy, nem baj. Elhasználtam a manámat. Nem gond, mert hogyha támad, akkor mi is támadni fogunk. Jó, és First Strike-ból leütjük. Így van. Tehát First Strike-os tényekkel kell blokkolni, és akkor ne hozzak le valami szintet? De hozzá, a repülőt First Strike-ot, azt hoz le. Én is gondoltam, hogy rá szükségünk lesz. Szerintem várj, két First Strike-ossal agyon tudjuk verni. Így van. Tehát akkor mind a két oldalon agyon tudjuk verni. Így van. De ketten tudjuk blokkolni, ugye tudjátok, hogy a támadó lényeket lehet blokkolni több lénnyel, úgyhogy most a páros játékban ugye az a szép, hogy ugye egymást tudjuk védeni ilyen szempontból. Nem véletlenül nem támad ő. Hát igen. Nem is olyan hülye a gép, hogy nem támad. Hoppá, 6x6 mondjuk. Még az is semmi. Még azt is ki tudjuk fogni. Kezdenek izgalmasra váltani a szituációk. Még így is egyesével ki tudjuk őket fogni. Azt mondja, hogy neked van 2-4 sebed, nekem van 5. Hát az egyiket simán kifogjuk. Ja, de nem támad. 7x7 egyébként. Látjátok, két oldalon van két darab 7x7-es óriási, hatalmas zombi, de a lovagok azok nem lankadnak és nagyon figyelnek. Ezt nézzétek. Ha ezt lehozzuk, akkor az egyik 7x7-est ki tudjuk ütni, és át tudunk ütni most hozzá. Plusz kettőt adni célba. Igen? Uh-huh. Nem tudom, mit csináljunk? Hát vagy megröptetek kettőt. Igen, reptes meg. És plusz kettő. És támadjunk szerintem. És illetve még a célnak tudok adni plusz kettőt. És gyógyulunk is. Hát nem tudom, valamit kéne csinálni. Ja. Azt mondja, hogy mennyi sebet tudunk beokozni, azt mondja, hogy 3, 5. De biztosra menjünk, szerintem csak repülő lényekkel támadjunk. 7, azt mondja, hogy 9, 10, 11, 12, hát ez necces lenne. Necces. Jó, akkor még várjunk egy kört. Én azt mondom, várjunk. Jó. És ha támad, akkor tudunk blokkolni. Oké, addig lehozom a lovagot. Oké, én meg addig betartom. Ja, akkor várunk. Érdemes várakozni most. Oké. A poén az az egészben, ugye, hogy látjátok, hogy nem varázslatokkal operálunk, hanem lényekkel, tehát az azt jelenti, hogy 4 darab horda pakli. A horda pakli az egy olyan pakli, ami minden körben próbál lényt idézni, és a lényekkel győzi le az ellenfelet. És hát most megnézhettük volna, hogy mi a franc az. Ó, ne, az kemény lesz. 8x8. Tehát az idő nekik dolgozik, az tény. Tehát, és egyre keményebb lények vannak. Szerintem el kéne kezdenünk pucolni valamit, nem? Így van. Majd a repülés. Támadjunk mindenkivel egy mindent elsöprő rohamban? Nem, azt mindenképpen bukni fogjuk a mindent elsöprő rohamot. Repülő lényekre lenne szükség. Neked van egy? Egy darab, igen. És 10x10. Hát, ha mindent elsőprő rohamot indít, akkor előbb-utóbb be fog minket őrölni.
Igen. Bár rajta is veszthet. Na várjunk csak, ezt figyeld. Értem. Ez az plusz 3, plusz 0, kapunk egy great swordot, egy kétkezes kardot, ez az. Kéne a repülőrényre. Hát, csak az a baj, hogy ezt nem tudom neked odaadni. Hát igen. Most variációs lehetőség, hogy vagy... Várj, van egy ötletem. Ezt figyeld. Na figyelj, várjál, azt mondja, hogy csinálok egy ilyet, hogy igen, na, most mi van? Tehát a trükk az, hogy megfogom, kap fekete ellen védettséget, és körönte két sebet tudunk neki okozni, mit szólsz. Én meg szerintem, a másik öttet. Így van, és akkor körönte öt sebet tudunk okozni. Tudnék többet, igen, is, minél több. Tizet is be tudnánk okozni, csak akkor hogy az összes manám. Vagy inkább hozzak le védekezni. Inkább támadjunk most. Kezdünk nagyon rosszul állni. Jó, rendben van. Akkor mindjárt még ezt is rátesszük. Akkor támadás. Jó. Akkor continue. Na és most figyeljétek, most akár be is bukhatjuk a dolgot, de igazából most biztosra megyünk. Ugye az én lényemet nem tudják blokkolni, hiszen védelme van a feketétől. Kapott egy ilyen sárga.